Hat ellenzéki párt tavaly augusztusban állapodott meg arról közös miniszterelnök jelöltet, és az ország mind a 106 választókerületében közös egyéni jelöltet állítanak a fidesz szemben. Később arról is döntés született, előválasztás során döntik el, kik lesznek ezek a jelöltek. A szavazás szeptember 18-án el is kezdődik. A Pest megyei 12-es választókerület minden településén lesz szavazósátor. A helyszínek listája az előválasztás 2021.hu oldalon megtalálható. Cegléden egy helyszínen lehet majd személyesen szavazni. A Szent Imre Herceg utca 15 szám alatti 10 emeletes mellett állítanak fel szavazósátrat. A szavazó helyiségekben megjelenő szavazóknak igazolniuk kell magukat fényképes igazolvány felmutatásával, valamint be kell mutatni érvényes lakcímigazolványukat, amelyel igazolják, hogy melyik választókerülethez tartoznak. Mindenki csak a saját állandó lakcíme szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat, és mindenki csak ott szavazhat egyéni jelöltre, ahol lakcíme szerint él. Aki olyan helyen lévő szavazóhelyiségbe megy szavazni, ami a saját választó kerületében van, két szavazólapot kap, egyet a miniszterelnök jelöltek neveivel, és egy másikat a helyi egyéni jelöltek neveivel. Mindkét lapon maximum egy-egy főt választhat ki. Online is lehet voksolni az előválasztás.hu oldalon. Szavazni videó azonosítás után lehet, ezért olyan eszközzel, laptoppal, mobillal, tablettel érdemes bejelentkezni, ami működő kamerával és mikrofonnal rendelkezik. A szavazáshoz ebben az esetben is egy lakcímkártyára és egy érvényes fényképes igazolványra lesz szükség szavazni szeptember 26-áig lehet